Na! Itt vagyunk Közép-Tokon, most már az országúton. A hidegség szádában, hogy mondják, arra felé. Hidegség szádában. Igen, ott többször megszakadt a jel, a Vodafone, vagy valaki nem volt velünk. De én abban kérném a polgármester úrnak, az együttműködését, hogy abban egy kicsit gondolkozzunk, hogy az itteni gazdálkodó emberek tekintetében mi az, amit tudunk csinálni, mi az, amit szeretnénk. Nem tudom, mennyire látszik itt hátrafelé, de ezeket a domboldalakot megpasszálni, nem olyan dolog, hogy otthon kitaszítjuk kicsi fűnyírót, stb., hanem sokkal nehezebb. Kézzel is kaszálom. Tehát a gyímesi táj megőrzése érdekében a kaszálás tekintetében mit tudnak javasolni, ajánlani? A kaszálás tekintetében nagyon örvendünk ennek a pályázatnak és a projektkommunikálás pályázatnak. Igen. Most lezajlott, és nagyon sikeresen sokan pályáztak a községünkben. Én azt mondhatom, hogy azért a területeket 90%-ban azokkal a kis fűnyírókkal, tehát a kézi kacsagépekkel meg tudják kaszálni. Tehát a kaszával, a kaszával most már nem nagyon kaszálnak, nem is tudnak a fiatalok, de még arra is sor kerül. Kézikasza, az már elment. De az, hogy taszítani valamit, vagy valahogy úgy odaállni, az még működik? Hát igen, például még működik a kalákba, itt a gyímesekben. Mi most nemrég rendeztünk egy kaszáló kalákát, úgy gépekkel megyünk, de rendes kicsi kaszákkal, kézi kaszákkal is úgy megszerzünk. Jó napot! Most már itt kell, nem tudnak a fiatal középkorúak, amikor kézbe veszik. Olyan helyeket, ahol nem lehet megjárni ezekkel a kis kézik a szállat. Igen, nekem az lenne még a másik kérdésem, hogy itt a középkorú szempontjából az előbb látunk jó néhány új épületet, felújított épületet, tehát ez mit jelent, hogy az, hogy csopolom, dolgozik. Hagyja meg Imre Balcsi! Jönne haza? Nem veszítettem a reményt, hogy a
áramkúti embereknek a hozzáállás, az álláspont, a magatartás. Én úgy éreztem, hogy inkább ide tartok, nem? Úgy szeretnék megőrizni ide tartok. Nem szeretnék megőrizni. Van negatív visszajárni, de pozitív is nagyon sokan. Nagyon sokan szeretnének ide tartani, hogy amit ilyen, bár közgazdatásilag lehetetlen, valahogy nem lesz, hogy megkapik a mondját. Másik ember is ide tartani a közgazdatásilag. Hát ide hatalmú is tartani. Tehát ezért is ma erről beszélgettem. Ugye ma volt a hidegségi kultúrnak az avatója. És én olyan örvendem, ott Hajdú Gábor kollégám, barátom. Ja, hol van az arra kértem, hogy december 6-ától, és ugye Korradi Attila parlamenti képviselő bízom bennem, hogy tudja folytatni a munkát a városnak az élén, és ilyen szempontból le van téve Hajdú Gábornak a javaslata, pályázata, és számunkra az egyik legfontosabb dolog. Hello. Jó napot. Egyik legfontosabb dolog az, hogy a keleti határoknak a védelme, a keleti határok tekintetében azoknak a döntéseknek a meghozatala, amelyek nagyon fontosak. És én bízom benne, hogy ha ma nem is látjuk a megoldást, de tudunk azon dolgozni. És hogy érzed, polgármester úr? Tehát én úgy értettem, hogy a háromkúti emberek nem adták meg. Tehát legalábbis többség. Többség nem adták meg egyáltalán. Múlt szombaton voltam háromkúti, mert Mária Szobor avaton, és nagyon sok ember bizakodik most is, igazából két megye, tehát hogy Bálko és Nyám. Tehát két megye, hol van a harmadik? Tehát mi ezekben kell gondolkozunk, hogy bölcsen, vetlen bábori módon próbáljuk meg, hát amit lehet megtenni. Hogy nagyon szépen köszönöm, most már tovább nem erőltetjük a kapcsolatot, többet nem fogunk innen visszagyelőzni. A legfontosabb dolog az, hogy azt kell mindenki megértse, hogy innen Gyimes középlokról nagyon sok lehetőség, nagyon sok kihívás van, és az, aki hát mindezt úgy képzeli el, hogy egy Facebook bejegyzéssel megoldja a problémákat, az nem mond igazat. Az mond igazat, aki keresi az együttműködést, aki keresi a közös megoldást. Hogy viszontlátásra mindenkinek, máról ennyit minden Gyimes középlokról, hidegségből, és nagyon szépen köszönöm a, hát úgymond a partneremnek, aki segített abban, hogy itt lehessünk, és biztonságosan tudjunk leírni hidegségből ide a megállói helyszínre. A Tatros forrásának az eseményén vehetünk részt, aki tud csatlakozzon, és higgyenek abba,
mi nem adtuk fel, nem adjuk fel, bárki bármit mond, mi nem adjuk fel. Viszont hallásra, viszont látásra, osszák meg ezt a videót, és mindenkit hívunk, hogy legyenek a gyímeseknek a barátai, a partnerei, mert így érdemes élni, és rájuk érdemes odafigyelni.